szánakasztó, ütőszeg, helyretoló rugó és még számtalan alkatrész együttese alkotja a P9RC típusú, a rendvédelmi szerveknél rendszerbe állított szolgálati pisztoly részeit. Ilyen és még ennél bonyolultabb fegyverek ismeretét és használatát is elsajátítják azok a tanulók, akik jelentkeztek és a felvételi eljárás során megfeleltek az októberben indult 9. határvadászprogramban. A most jelenleg állásszint képzésben lévő leendő kollégáinknak egy fizikai alkalmassági megfelelés, egészségügyi alkalmassági megfelelés, valamint egy pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kellett túlesniük, ezt követően pedig egy úgynevezett speciális ellenőrzés, amely nálunk a rendvédelmi szerveknél jellemző, ez pedig a kifogástalan életvitel ellenőrzése. Ha ezen mindegyiken eredményesen túl lettek, akkor kerülhettek egyáltalán a képzésbe, ahol most tartanak. Közlekedésrendészeti óra a kiképzőbázis udvarán. A 6 hónapos kiképzés során a leendő határvadászok elsajátítják a rendőri karjelzéseket is, és a forgalomirányításhoz szükséges ismereteket. Ahogy a felvételi eljárás során, így a képzés ideje alatt is nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai állóképességre. A rendszeres testnevelés órák mellett a tanulók részt vesznek önvédelmi oktatáson is. Ez egy a Magyarország déli határszakaszán kialakult migrációs válság következményeként a rendőrség 3000 fővel történő bővítésének a kiszolgálását célozza. A képzésbe bevont kollégák a rendészeti szakgimnázium, a Miskolci rendészeti szakgimnáziumnak a kijelzett képzésén vesznek részt itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságnak a képzési központjában. Itt az általános katonai ismereteken, a rendészeti ismereteken túl fegyverzett technikai ismereteket, alakifogásokat tanulnak, illetve azokat az általános rendőri alapismereteket, amelyek a őrjárőrtárs képzés keretein belül később a szolgálati feladataik ellátásához egyértelműen szükségesek. Mivel az állomány még nem ért el a 3000 főt, a toborzás folyamatos, így aki ambíciót érez a rendőri pálya iránt, folyamatosan jelentkezhet a határvadász képzésre. A jelentkezést megteheti a rendőrség honlapján, illetve a kapitányságokon erre a célra kinevezett toborzó tiszteknél.